Rendhagyó kép fogadta mindazokat szombaton este, akik beléptek a Páva utcai rendezvényterembe. Óriási és színes nippek és dobozképek a színpad előtt. A színpadon pedig egy rockzenekar. Rónai Gábor és Cinege Imre még a gimnáziumból ismerik egymást, ott lettek barátok. Ennek a barátságnak lett az eredménye a rendhagyó esemény. Cinege Imre Brad Pitt nevű zenekarával lépett a különlegesen festő színpadra. Örülök, hogy ennyien eljöttek, és már alig várom, hogy belecsapjunk, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis este és jó kis kezdeményezés. És a rajta múlik folytatást is lehet. Nyilván mi nyitottak vagyunk erre, tehát hogyha a Gábor, mivel jó barátom, bármikor szívesen együttműködök, és bármikor szívesen jövünk, hogyha lesz rá igény. Miközben a Brad Pitt zenélt, a közönség tehát Rónai Gábor alkotásait láthatta. De nem csak itt lehetett látni ezeket. Néhányat nem sokára egy nagy kiállításon is láthatnak az érdeklődők. Lesz jövőre egy nagy kiállításom itt a Ceglédi Galériában, meg Albert Isán édesapámmal ősszel egy nagy kiállításom. Az itt láthatóak közül a legjobbakat ott is ki fogom állítani. Tehát úgy képzeld el, hogy ez a szarvas, ez a Albert Isai zsinagóga, alias zeneháza központi oltárán fog majd kilépni a dobozból. Most egy estére azonban még egy kiváló rock koncert mellett láthatta az alkotásokat a közönség.